Mindig szerettem énekelni, és gyakran részt vettem a kismarasi családi iroda rendezvényein, és itt hallott először dr. Wisniewski Lászlóné, aki 3 évig kitartó munkájával segítette tovább a fejlődésemet a Kiskunhalasi Állami Zeneiskolában. Majd 1988-ban felvételiztem érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Szakiskola magánének szakára, ahol Berdá Valéria Lisztdíjas művésznő lett a tanárom. Nagyon sokat segített, szeretettel és odaadással segített mindenben, és ő javasolta, hogy próbaénekeljek a Magyar Állami Operaháznál. Így történt? Igen, ahol sikeresen ösztöndíjas magánénekes lehettem. Gratulálunk, amit most hallunk. Amit most hallunk, Mozart Szöktetés a szerályból, Blonde nagy ária, a kísérőm Tóth Attila. Akiről még el kell mondanunk. Hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola első éves hallgatója. És szintén halasi. Igen, kiskunhalasi. Nagyon szépen köszönjük, még csak annyit, hogy az operában milyen szerepek várnak Editára? Hát jelenleg pontosan nem tudom megmondani, sok szerepel készülök, majd elválik, hogy miben fognak javasolni, és miben fogok énekelni. Köszönjük szépen, további sikereket kívánok! Köszönöm!